Jó napot kívánok, Bolgár György vagyok, ez itt a 10, 2023-ban is, és ebben a 10 című műsorban 10 kérdést teszek föl meghívottamnak, aki ezúttal Spíró György író. Jó napot kívánok. Szervusz, szerintem tegeződjünk. Hát mi igen. Ezer? Nem is tudom, hogy hány ezer éve ismerjük egymást, szóval sok. Együtt jártunk még gimnáziumban. 1961. Igen. Szóval rég volt. Szép is volt, meg nem is volt szép, de ha már így hirtelennyében visszarepültünk, vagy 60 évet, akkor te, aki az írásaidban, regényeidben például képes vagy 2000 évet is visszamenni, meg a jövőt is megpróbálod valamilyen disztópiában bemutatni, milyennek érzed ezt a 2022-2023-at? Hol vagyunk most? Hol tart Magyarország is, meg a világ is? Hát Magyarország ott tart, ahol a világ nagyjából, úgy az átlagba. Ráadásul még mindig a legfejlettebb 50 ország között vagyunk, ha esünk lefelé, tehát az elmúlt években olyan 4 helyet vesztettünk, de még mindig az első 50-ben vagyunk. Tehát ez nem olyan rossz hely, mint ahogy mi érzékeljük jogosan egyébként. Nem tudom, nekem egy hasonlat jut az eszembe. A halak fogására van egy varsa nevű eszköz, amit vejszének is, meg mindenféle formái vannak, és ez egy nagyon szellemes szerkezet, ilyen szövött, fonott kosárféle, különböző anyagokból csinálják, és van egy nagy ilyen tölcsérszerű bejárata, és abba beúsznak a halak, és hát a másik vége az zárt, és nem tudnak kiúszni. Két okból nem tudnak kiúszni, mert a halak nem tudnak csak úgy irányt váltani maguktól, képtelenek rá. Mennek előre, és akkor úgy nem tudnak tovább menni, és meg vannak zavarodva. És azért se tudnak tovább menni, mert jön a többi hal, és azok nem engedik ki azokat se, akik véletlenül meg tudnak fordulni. Hát ilyen állapotban van a világ. Nagyon meg van rekedve. És ha meg vagyunk fogva, akkor mi lesz velünk? Hát, én nem tudom, hogy mennyit bír ennek a varsának az oldala. Valószínűleg a halak előpusztulnak el, sem hogy ki tudnának törni. Én mindig úgy néztem rád, úgy olvastalak, úgy hallgattalak beszélgetéseinkben is, hogy te hírhetten és számomra követhetetlenül pesszimista vagy, én sem vagyok egy optimista alkat, de hát a Spírónál pesszimistábban senki nem látja a világot. Mondogattuk ezt baráti és egyéb körökben is. De másfelől, miközben igen, egyre rosszabbnak látszik minden valóban, de mégis a 2023-ban a világ sokkal jobban, szabadabban, jobb körülmények között tovább él, mint bármikor korábban. Szóval lehet, hogy a varsa elszakad, és akkor nem tudom, mi lesz a halakkal, persze, akkor megszabadulnak, de nem biztos, hogy ennyire fogva vagyunk. Egyáltalán nem biztos, és én nem voltam mindig úgynevezett pesszimista. Realista se nagyon. Emlékszem a pillanatra, amikor én megdöbbentem, és azóta vagyok, ha úgy tetszik. A döbbent veszélyes állapotban. Igen, igen, és azóta sajnos ettől nem tudok szabadulni. Ez 1986. április 26-án történt, amikor felrobbantották Csernobilt.
Én akkor, hát addig úgy megvoltam, és hol reálisan gondolkoztam, hol nem, meg úgy nem is nagyon volt érdekes a jövő, mert 40 éves voltam, aránylag fiatal. De akkor éppen a csernobili felhőben repültem Budapestről Varsóba. És érdekes volt a dolog, mert a pilóták behívtak, és kérdezték tőlem, hogy tudok-e valamit arról, hogy ottan Ukrajnában valami ég. És nem tudtam semmit, nem tudtam, hogy miről beszélnek. Megérkeztem Varsóba néhány napra, és a harmadik nap mondta be a lengyel Szabad Európa, hogy felrobbant egy atomerőmű, és hogy a svédek jelentették. Na most ehhez képest a magyar Szabad Európa, amit hát szintén ugye hallgatott az ember automatikusan, az másfél nappal később mondta be. Ezen az apróságon akkor eltűnődtem, és azóta is így van, hogy a lengyelek azért előbb jutnak információkhoz, mint a magyarok, akkor is, hogyha Szabad Európa. Uh-huh. És akkor rögtön ott mindenféle intézkedéseket hozott a lengyel kormány, hogy a gyerekek nem mehetnek a játszótérre, hogy az ablakokat be kell csukni, és a gyerekek kapták a jódot azonnal. És sikerült május 1-ére hazajönnöm, amikor megfordult a szél, tehát ugyanazt a felhőt fújta észak felől délre, és itt semmi. Itt nem volt semmi. Itt a gyerekek jártak a játszótérre, homokoztak, itt olcsóbban árusították a salátát, mint valaha. Mindazt csinálták, amit tilos Magyarországon. És akkor én nagyon megijedtem. És úgy gondoltam, hogy az a mű, amin dolgozom, hogy azzal nagyon kell sietnem, mert lehet, hogy szeptemberre, októberre bennem már valami súlyos már nem is betegség ki fog fejlődni. Na most nem tudtam szeptemberre megírni a művet, decemberre se tudtam megírni, 1989-re, tehát több mint 2 évvel később írtam meg, és akkor is el volt sietve, úgyhogy később, 15 év múlva újra írtam, mert elsiettem. De emiatt, és azóta ez nem tud belőlem távozni, és azóta minden művemet úgy írom, hogy ez az utolsó, és nem biztos, hogy be tudom fejezni. Ez egy pszichózis természetesen, de akkor döbbentem meg, hogy tulajdonképpen az emberiség pont olyan, mint volt mindig. Egy különbséggel, hogy olyan irtózatos technikai eszközök birtokába került, amelyek fölött többé nincsen uralma. Na most nekem van egy összeesküvés elméletem Csernobilról, és van egy normális. Általában a normálisat szokták mondani, azt szokták mondani, hogy hát ugye kísérleteztek, rosszul sikerült, véletlen, nem tudom. Az összeesküvés elmélet az arról szólna, hogy Gorbacsovot akarták ezzel megpucsolni. Lehet, hogy így történt. Hát akkor Gorbacsov ugyanúgy eltűnt 3-4 napra a nyilvánosság elől, mint aztán 2001. szeptember 11-én ifjabb George Bush. Úgyhogy ilyenkor az igazán felelős vezetőket eltüntetik, és nincs vezető. De minden esetre azóta ez az érzés nem tudott belőlem távozni, és azóta, hogy úgy mondjam, hajlamos vagyok arra, hogy katasztrofista módon lássam a világunkat. Hát katasztrofákból persze nincs hiány, és még az is lehet, hogy a nagy katasztrófa is bekövetkezik, de van itt a szomszédunkban, és ha már Csernobil, ha már Ukrajna, egy éve, hát több mint 10 hónapja zajló katasztrófa, az oroszok megtámadták Ukrajnát. Te, aki jól ismered Oroszországot is, az egykori Szovjetuniót, a szláv világot, irodalmat, kultúrát, minek tulajdonítod ez? Mi történt? Ezt tudom, egyszerűen az orosz birodalom helyreállítása volt a cél, és ez mozgatja Putyint? Hát igen, persze. Hát az orosz birodalmi gondolat az nagyon régen létezik. Hát tulajdonképpen azóta, hogy a mongolok betörtek Oroszországba. A mongolok sokkal tovább voltak, és sokkal súlyosabb következményei voltak ennek a betörésnek, mint Magyarországon. Hozzánk betörtek, amit lehetett elpusztítottak, és aztán
történt, ami történt, fene tudja, hogy mi történt, erről a történészek vitatkoznak. A lényeg, hogy kimentek. Igen. Kimentek, igen, tehát ez már. De az orosz ideológiában ennek nagy hagyománya van. Tehát, hogy ők félig szlávok és félig mongolok. És erről olyan jó 100 évvel ezelőtt, még a cári birodalom összeomlása előtt nagyon érdekes dolgot írtak, Szép Irodalomban is egyébként is. És ez állandóan foglalkoztatja az oroszokat. Hát az a hasadság, amit nálunk azért ilyen ázsiai, meg európai kettősséggel szoktak így vagy úgy leírni, hol Ázsiára teszik a pozitív hangsúlyt, hol Európára. És ez az oroszoknál is megvan. Na most azóta, hát ez a birodalmi gondolkodás, amelyik hát védekező alapállásból indult, ez jelen van. Jelen van, és hát azért, hogyha megnézzük a cári birodalom történetét, akkor ez végig így volt. Annyira így volt, hogy amikor ugye 1849-ben hozzánk egy kicsit bejöttek az oroszok, az osztrákok behívták őket, és le is verték a szabadságharcot, akkor azért az érzékenyebb magyarok már elég világosan látták, hogy ez nem az utolsó betörés volt. És hát elég világos volt, hogy világháború lesz, amiben az osztrákok, akik behívták akkor az oroszokat, szembe találják magukat az oroszokkal. Ennek számtalan jele volt már akkor, és az 1850-es években Kemény Zsigmondék erről nagyon értelmes dolgokat írtak, és hát megjósolták, hogy mi várható. És hát, hogy más nem mondjuk, Jókainak a Jövő század regénye című rendkívül érdekes műve erről szól. Azt 1873-ban kezdte publikálni folytatásokban. És hát ott ugye a magyar központú, de osztrák magyar monarchia, mint Európa képviselője áll szemben az oroszokkal. És lehetett látni, hogy erről szól a dolog. Hát a krími háború már erről szólt, az már világháború volt, csak még nem voltak meg hozzá annyira az eszközök. Mert a kiszorított török birodalom helyén, hát nyilvánvaló volt, hogy a nyugatiak és Oroszország össze fog ütközni. És azóta ebben a háborúban vagyunk benne. És az orosz mentalitás ilyen, az orosz társadalom ezt elfogadja, így is képzeli természetesnek, hogy egy ilyenfajta örök háborúban van a nyugattal, miközben folyamatosan vonzódik hozzá, megpróbál hozzá csatlakozni, megpróbálja magát a legjobb színben feltüntetni, átvenni a nyugati eredményeket, a nyugati világ nagyon sok sajátosságát, de mégis egy folytonos, állandó összeütközésben, konfliktusban, számára akár természetes lehet az is, hogy hát ha nincs más, akkor vissza kell foglalnunk Ukrajnát. Jó, hát olyan, hogy oroszok, az nincsen. Ugyanúgy nincs, mint hogy magyarok, meg nincs, hogy lengyelek. A legkülönbözőbb mentalitású és kultúrájú emberek vannak mindenütt a világon. Jó, hát Szolzsenyicitől Brezsnyevig terjed, persze, ez igen. Igen, igen, meg még tovább, mert azért mondjuk pont a Szolzsenyicin egy kicsit nacionalista volt, és nem kicsit, nagyon nagy író. Természetesen, és fantasztikus érdemei vannak, és rendkívüli módon tudott írni oroszul, tényleg csodálatosan írt. És hát a Gulág szigetcsoport című művének hát halhatatlan érdemei vannak, de hát például antiszemitis volt, meg sok minden egyéb. És hát ő ezt az úgynevezett szlavofil vonalat képviselte azért, amit elég sokan az oroszok közül. De hát nem mindenki, hát azért rengeteg olyan ember volt, van és lesz az oroszok között, akik hát egészen másmilyen Oroszországot képzelnek. Igen, de én arra céloztam, hogy mégis hát persze tudjuk, az emberek másfélék, gondolatok és gondolkodók is másfélék Oroszországban is, de hogy van mégis valamiféle társadalmi fővonal, egyfajta alapgondolkodás, ahogy ezt a modern ilyen informatikai zsargonban mondják, egy default, egy alapállás, amivel a társadalom többé-kevésbé egyetért, hogy mi ilyenek vagyunk, és ezért így és így kell cselekednünk. Aztán persze jönnek a különböző alverziók.
Hát ez az orosz birodalom, ez több száz éve ugyanolyan határokért, vagy határmódosításokért küzd, mint most. Tehát az, hogy a szovjet birodalom az megszűnt létezni, én 1989-90-ben nem gondoltam, hogy ez vér nélkül fog menni. És nem is megy vér nélkül. Az, hogy 10-20-30 éve közben eltelnek, ez történelmi méretekben nem nagy idő. Ez a Szovjetunió szétesése, amit nyilván, hogy a szovjetek nem tűrnek el. Uh-huh. Na most a volt Szovjetunióban vannak szovjet típusú gondolkodók, és a politikusok, akik uralomra törnek, azok nyilvánvalóan egy birodalom fölött akarnak uralkodni. És én ugyan nem ismerem szerencsére személyesen Putyin elnököt, de el tudom képzelni, hogy amikor ő Németországba került ifjan, mint ifjú KGB-s feladattal, valamilyen feladattal, és megtanult németül, és ott élt, hát az NDK-ba természetesen. Hát azért, mint oroszt, mint a második világháború győztes államából származó oroszt, vagy szovjet embert, rendkívüli módon dühíthette, hogy a vesztesek még Kelet-Németországban is sokkal, de sokkal jobban élnek, mint a szovjetek. Mint a Szovjetunió akármilyen nemzetiségű lakosai. Ezt el tudom képzelni. És el tudom képzelni, hogy amikor a Szovjetunió szétesett, aminek az okai máig nincsenek azért teljesen tisztázva, és nekem egy kicsit más véleményem volt róla, mint általában elfogadott, minden esetre úgy gondolhatta, hogy ezt helyre kell állítani. És hát olyan helyzetbe került, amikor elkezdhette a propaganda hadjáratot, amit nekem volt szerencsém végigkísérni. Én ugye valamikor a 80-as évek közepén talán elkezdték Magyarországon is hozzáférhetővé tenni a központi szovjet tévének az egyes műsorát, és én attól kezdve néztem. Egészen tavalyig néztem, amikor az Európai Unió ezt a külföldre szánt orosz nyelvű propaganda adót letiltotta. Szerintem ez nagyon nagy hiba volt. Miért tiltották le? Hát most mond, volt 5000 ember, aki Nyugat-Európában nézte. Nem azért nézték, hogy hasonláljuk az vagy a propaganda. Vagy ha Nyugat-Európában emigrált oroszok nézték, azok sem biztos, hogy egyetértettek vele. Igen. Csak hogy mi van? Hát azért abból következtetéseket lehet levonni, hogy mit mondanak hivatalosan. És hát bizony 2005-től kezdve óriási ukrán ellenes uszítás folyt, amit én úgy mondogattam barátaimnak, hogy hát azért ez úgy nem fog jóra vezetni, mert 2014-ről is megvolt a véleményem, hogy ez nem lesz olyan egyszerű, hogy az elég lesz az. De hát ki figyel oda? Van egy nagyon érdekes videó a neten, Habsburg Otto beszél, nem sokkal a halála előtt Zürichben, azt hiszem, egy valamilyen interparlamentáris uniós gyűlésen, és németül persze, és azt mondja, hogy szerinte 2000-es évek eleje, hogy szerinte egyetlen embertől kell félni, Putyinnak hívja. És elmondta, hogy milyen. Na most ez nem azt jelenti, hogy akármilyen ország élén, akár birodalom, akár kis ország, egy ember meghatározhatja, hogy mi legyen. Az nem véletlenül van ott, és nem véletlenül engedelmeskednek neki, és nem véletlenül hisznek benne, meg abban a propagandában, amit mond. Tehát ennyiben valóban, tehát lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen akár erőszakkal, akár nem, de elérte, hogy támogassák. Hát azért mégis az a helyzet. És hát igen, hát háborúzik, mert lehet. Mert úgy vélte, hogy a nyugat meggyengült, úgy vélte, hogy Amerika nem tud odafigyelni, mert a polgárháború küszöbén van. Ezektől a belső mindenféle feszültségektől, meg ami volt 2021-ben.
Hogy a németeknél lelép Angela Merkel, és utána nincsenek karakteres politikusok. Egy csomó mindent végig gondolhattak nyilvánvalóan, amiből lemondták azt a következtetést, hogy akkor mostan megtámadjuk Ukrajnát, ami úgyis a miénk, és azok úgyis a mi embereink ottan, és boldogan fognak minket üdvözölni. Na most biztos, hogy ez számítási hiba volt természetesen, de hát ez azt jelenti, hogy ez a Csernobil szindróma, ez érvényesülni látszik a világban. És az, hogy ilyen helyzetbe került a világ, vagy elsősorban Európa, ez annak a világnak a végét is jelenti szerinted, ami a II. Világháború óta kialakult egyfajta nemzetközi jog tiszteletben tartásán, részben az emberi jogok tiszteletén alapuló, hát konfliktusoktól persze nem mentes rend, amelyet ez most látványosan felrúgott. Lehet azt mondani, hogy ezzel vége, lehet azt mondani, hogy na, most érhet észhez a nyugat, vagy a felvilágosultnak nevezhető polgári demokráciák, és elkezdenek megint annak megfelelően, annak szellemében cselekedni, működni, ahogy azt már kezdték elfelejteni az elmúlt egy-két évtizedben. Tehát, hogy ez az orosz támadás a maga fenyegetésével nem jelenti-e azt a kapaszkodót a nyugat, és benne talán Magyarország számára, hogy vegyük észre, hogy mi a jó abban, ami az előző évtizedekben volt, próbáljuk meg azt jobbá tenni, és ellenállni annak az erőszakos kultúrának és erőszakos politikai gyakorlatnak, aminek a vége a háború. Attól függ, hogy milyen időközt vizsgálunk. Valóban, hogyha 5-10 évekre bontjuk azt a történelmet. Azt szeretem benned, hogy tényleg több ezer évre vissza tudsz menni, és még előre is tudsz gondolni. Hát több ezret azt nem tudom, de azért előre is gondolkodsz. Úgyhogy gondolom a legjobb világpolitikai elemzők se tudják ugyanezt utána csinálni. Zárójel bezárva. Igen, azért, mert én nem vagyok világpolitikai elemző, úgy könnyű. Én csak egy mezei író vagyok, és időnként úgy elgondolkozom. És vannak történelmi korszakok, amelyekkel foglalkoztam behatóbban, mert írtam róla valamit. Hogyha 5-10 éves távlatokban vizsgáljuk, akkor ez tényleg egy nagyon szép, hosszú békekorszak volt 1945-től. Noha, hát azt hiszem máig nincsen békeszerződés az oroszok meg a japánok között, de mindegy, de azért mégis vége volt a II. Világháborúnak, és az elég súlyos élmény volt ahhoz, hogy utána egy ideig ne akarjanak újabb háborút. Ez a 86. április, amikor Csernobil történt, ez pont az a 40 év, 45-től, hát egy évvel több, tehát 41 év, ami alatt általában az emberiség el szokta felejteni az előző korszakok tapasztalatait. Nem lehet átadni. Kihal az a nemzedék, esetleg a fiak még valamit, tehát a következő nemzedék még valamit tud róla, de a harmadik nemzedék már nem tudja. És kivész az a tapasztalat, hogy milyen borzalmas dolog a háború, és hogy nem szabad háborúzni, hogy mindent inkább csak háborúna legyen. Ez a tapasztalat 1986 óta nincs benne Európában. Amerikában sose volt igazán benne, mert ugye nem amerikai területen játszódott egyik világháború sem, meg Vietnam se Amerikában volt, meg sok minden nem Amerikában volt, ahol ők részt vettek. 2001. szeptember 11 volt az, amikor amerikai területre meg is döbbentek, és meg is változott tőle a világ. Sok minden megváltozott akkor, mert már nem lehet úgy utazni, sok minden korlátozás lépett érvényben. De addig az amerikaiak nem ébredtek föl, és hát tulajdonképpen ez is elég régen volt, már azóta is fölnőtt egy nemzedék. Tehát én azt látom, hogy ezek a tapasztalatok elvesznek, akár jó, akár rossz tapasztalatok, és nem lehet áthagyományozni az utókorra, és újabb hasonló őrületeket művelnek. Ez a most a helyzet, ez olyan, mint az első világháború. Hát elég sokan hasonlítják hozzá. Technikailag meg olyan, mint a második világháború. És közben... És akkor még jó, hogy nem olyan technikailag, mint egy harmadik lehetne. Hát igen.
Hát igen, ez a kérdés. Csernobil. Igen. Bevetik, vagy nem vetik be? Na most, hát időnként megúsztuk, ugye 1962-ben megúsztuk a kubai válságot, meg utána is volt néhány ilyen, mondják a szakértők. Nem biztos, hogy meg lehet úszni. Én erről egyáltalán nem vagyok meggyőződve. És hát, hogyha nem a kedves magyarok találják föl az atombombát részben, akkor föltalálták volna mások. És hogyha ők nem szorgalmazzák, akkor a Hitler megcsinálta volna. Tehát nyilván, hogy odáig jutott a tudományos technikai fejlődés, hogy ezt előbb-utóbb akárki megcsinálta volna. Tehát ez bele volt kódolva ebbe az ipari fejlődésbe. Na most, ha úgy veszem, hogy mondjuk 50-100 éveket veszek egybe, akkor viszont, ami most folyik, az nem hogy az első világháborúnak a folytatása, mert az, hanem a krími háborúnak is a folytatása, mert már akkor megvolt ez a felállás, és akár azt is mondhatom, hogy a napóleoni háborúknak a folytatása. És mindig van egy szent szövetség egy-egy ilyen háború végén, amikor felosztják a világot. 1815-ben osztották fel a bécsi kongresszuson először, így az egész. Mert akkor már ez globalizált világ volt azért. És ugye 45-ben is felosztották a világot, Jalta, és hát 89-ben is újra osztották azért, és pont Kelet-Európát ide-oda tologották olykor, mert ez egy olyan térség, az egész térség, nem csak Magyarország. Egybe adják, veszik. És most is erről van szó. Újra felosztás van, és szintén háborús eszközökkel. Csak más a technológia. Akkor kerüljünk közelebb egy lépéssel, vagy többen Magyarországhoz, mert ha a világ újra felosztása zajlik, akkor ebbe bele fogunk valahogy kerülni. És mondjuk a mostani magyar kormány, mint hogyha mindent megtenne azért látszólag, hogy ne kerüljünk bele, mi mindenből maradjunk ki, de közben az látszik, hogyha így folytatja, akkor éppen, hogy belekerülünk, mert amikor a rossz oldalon, a rossz beosztásba, vagy rossz kiosztásba kerülünk bele, ahelyett, hogy úgy viselkednénk, mint a lengyel barátaink. Szóval te, aki nagyon jól és nagyon közelről ismered a lengyeleket, a lengyel gondolkodást, a lengyel történelmet, a lengyel politikát is, a lengyel kultúrát, melyiket tartod ebben az esetben a célra vezetőbbnek, nem csak morálisan helyesebbnek, hanem a praktikusan helyesebbnek, a lengyel vagy a magyar magatartást? Én nem tudom, hogy mi a magyar magatartás, őszintén szóval. Nem látok én a kulisszák mögé, és nincsenek olyan információim, hogy például egy szép irodalmi művet írhassak erről a korszakról. Nem vagyok ott, ahol a döntéseket hozzák. Majd 20 év múlva megírod, jó? Nem, 20, 50. Kell ehhez 50 év, igen. Majd 50 év múlva. És nem vagyok ott, ahol az igazi döntéseket hozzák. Magyarországról. Tehát nem vagyok ott, hol nem vagyok. Berlinbe, nem vagyok ott Washingtonba, és nem vagyok ott Moszkvába. Mert ott hozzák az igazi döntéseket. Magyarországról. És nem nagyon lehet összehasonlítani ez ügyben a lengyeleket meg Magyarországot, mert Lengyelország frontország. Úgy is van kezelve, és ők is annak tartják magukat, ugyanúgy, mint Románia is frontországá vált. Nem véletlen, hogy oda telepítik ezeket a mindenféle új eszközöket az amerikaiak, illetve hát a NATO, mindegy, hogy mondjuk. És Magyarország pedig egy ilyen kicsi hely, ahhoz képest, hogy ugye lakosságát tekintve négyszer kisebb, mint a lengyelek. És más a történelmi hagyomány. Hát a lengyel-orosz ellentét az ugye nagyon sok, az 250 évre megy vissza legkevesebb, de még többre. És hát a lengyelek tudatában mélységesen benne van, hogy az oroszok ellensége. Ugyanúgy, mint a németek is. Ugye hát ők e között a két nagyhatalom között szoktak vergődni, és hát mindig ellenálltak. Ez bennük van. A lengyel ellenzékben ugyanúgy megvan, a mindenkori ellenzékben, mint a mindenkori kormánypártban. A Magyarországon nem ez a helyzet, mert amikor 1849-ben jöttek az oroszok, az a
főleg Erdély volt, és a nagyobb magyar területeket nem érintette a dolog. Tehát nem ismerték meg, hogy milyen az orosz hadsereg. Ahol bevonultak, ott megismerték őket, elő vannak fegyverek, ugyanúgy viselkedtek, mint 45-ben. Hogy viselkedtek? Na hát rabló hadjárat volt a maga módján a közkatonák szintjén. És aztán ugye itt volt ez a 45 utáni történet, amikor részben felszabadítottak minket, részben pedig elfoglaltak. De azért nagyon furcsa volt ez a szovjet jelenlét Magyarországon, mert egyrészt nem nagyon voltak kiengedve a kaszárnyából. Nem nagyon volt látható. Igen. Másrészt pedig, amikor egy kicsit lazult ez a fegyelem, akkor csencselni lehetett velük, mert hozták a tévét, meg a porszívót, meg mindenfélét, és még haverkodás is volt. Lengyelországban ezt nem tudták megcsinálni. A Lengyelországon állomásozó szovjet hadsereg az a német határhoz volt telepítve, és amikor bajok voltak Varsóban, például szolidaritás meg egyebek, akkor nem merték őket oda mozgatni, mert hát akkor kitört volna a szovjet-lengyel háború. Na most, hát Magyarországról kimentek, ugye, amikor szétesett a Szovjetunió, és tulajdonképpen nem történt semmi atrocitás. 56 az egyetlen, ugye? Na de hát 56-ot nem csak a szovjetek verték, hát ebben az egész világ egyetértett, hogy Magyarországot nem szabad kiengedni a szovjet érdekszférából. Azóta be is bizonyosodott, amit a magyar lakosság elég pontosan érzékelt, hogy bizony Hruscsov és Tito megállapodott, és előzőleg még Hruscsov és Eisenhower megállapodott, hogy igen, Magyarország marad a keleti blokk része. Na most az előbb utaltam rá, hogy ezt a térséget együtt adják, veszik. És Magyarország együtt mozog ilyen szempontból, világhatalmi szempontból. Együtt mozog a többi kelet-európai néppel, kivéve a Balkánt. A Balkán mindig kérdéses volt, ahonnan a legkésőbb mentek ki a törökök, és a Balkán máig nincsen megnyugtatóan megoldva. Föl van függesztve a háború a szerbek és az albánok között, illetve Bosznia felosztásáért a szerbek, meg a bosnyákok, meg a horvátok között. De ha jól sejtem, akkor itt is azt jósolod, vagy úgy érzed, hogy ez a háború előbb-utóbb ki fog törni, ezek a háborúk ki fognak törni, mert nincs rájuk békés megoldás, vagy a felfüggesztés nem simul át valamiféle békébe? Nem tudom, én nem vagyok jós. Nem vagyok jós. Én csak a veszélyt érzékelem talán egy kicsikét intenzívebben Csernobil óta, mint akik nem repültek abban a felhőben. Akkor még a maradék két kérdésben valamit arról, hogy Magyarország ebben az Európában most részben függetlenül a mostani kormányzattól és egészen meghökkentő politikájától, milyen jövőt találhat magának? Szóval mi volna az általunk elképzelt ideális jövő, ami Magyarországot meg is tartaná, akár erősítené is, és mégis bele épülne egy olyan Európába, amely önmagában is egy erős egységé tudna válni. Ez lehet, hogy már a mesékbirodalma, de mégis csak van olyan elképzelés, hogy alakuljon valamilyen erős, egyesült Európai Unió, de akik ezt ellenzik, azok azt mondják, tehát akkor megsemmisülnek benne a nemzetek, főleg a kisebbek, és esetleg egy-két nagyobb nemzet uralma valósul meg. Ezek valódi dilemmák, valódi konfliktusok, de előbb-utóbb itt is biztos, hogy változás lesz. Hát igen, ki van találva, hogy mit kéne csinálni, csak soha nem sikerült. És hát apám is ezt szerette volna, meg előtte még sok-sok nemzedékben a magyar értelmiség, meg a magyar műszaki értelmiség és gazdasági értelmiség legjobbjai, hogy egy kelet-európai Svájcot csinálni Magyarországból.
Hát ehhez csak az kéne, hogy egyrészt olyan részt vállaljunk az európai gazdasági működésből, ahol az úgynevezett hozzáadott érték az sokkal magasabb, mint most, és hogy ne bedolgozók, és tulajdonképpen bérrabszolgák legyünk, ami 89 után azért nagyon sok ágazatban megvalósult, hanem igenis tudományos, technikai saját vívmányokat is mutassunk föl, és ezek épüljenek be az európai termelésbe. Hát ez nemhogy nincsen, hanem éppen az ellenkezője történik, mert rettenetesen leépítették a magyar oktatást. Hozzá kell tennem, hogy magától is egy kicsikét leépült volna, nem is kicsikét, mert abban a pillanatban, amikor esély van rá, hogy elszipkázzák nyugatra, Amerikába és Nyugat-Európába a művelt emberfőket, akikre nekik szükségük van, akkor ezt megteszik. És a rendszerváltás után is megtették, és hát nem csak Magyarország járt ilyen szempontból nagyon rosszul, hanem hát mások is. Tehát szlovákok, meg horvátok, meg mindenféle. Kivéve azokat a helyeket, ahol egy csikét már korábban is, de 89 után is azért az európai modern termeléshez azért jobban fel tudtak zárkozni, mint például a csehek. Vagy mint a lengyelek, akik elég jól használták föl ezt a néhány évtizedet, sokkal jobban, mint mi. Na most hát ugye a vágy az mindig az volt, hogy itt legyen egy fejlett társadalom és fejlett gazdasági, technikai társadalom. És hát mostanában egyre jobban távolodunk ettől a vágyott céltól. Miután te sokszor íróként sokszor foglalkozol a magyar kultúra megmaradásának lehetőségeivel és megszűnésének veszélyeivel. Mi az, amit egy magyar író, egy magyar filmes, magyar festő, magyar művész tehet? Ugye sokszor joggal lehetünk büszkék és emlegetjük is azt, hogy ó, hát ahhoz képest, hogy hányan vagyunk, milyen sikereket értünk el, akár tudományban is, bár azt főleg már az elszipkázottak ugye nyugaton, vagy Amerikában tették meg, de hát magyarul írni azt alapvetően csak Magyarországon lehet. Tehát az író például be van zárva ebbe az országba, még akkor is, ha lefordítják, és elsősorban nyilván a hazai közönségnek ír és kell, hogy írjon, itt érték meg igazán. Szóval milyen esélyei vannak a magyar kultúrának, a magyar írónak, annak, aki magyar történeteket akar elmondani, olyan magyaroknak, akik ebből okulni akarnak, akik át akarják ezt érezni, és akár változni is hajlandók annak alapján, hogy valamit elolvastak. Hát az esélyek romlók, erősen romlók. Egyrészt ugye a mozgékonyabb elméjű és lelkületű ifjak azok elmennek az országból. Hát most ugye kiderült, hogy nem 500 ezer ember távozott, hanem 900 ezer. Ez az egy nagyon nagy pofon, nekem is, aki azért elég elevenen éreztem azt, hogy rengeteg volt olvasóm és reménybeli olvasóm elment az országból, és akkor ők már nem lesznek olvasók. Persze, hát itt a műfaj az döntő, tehát az irodalom az magyarul születik, és nincs máshol magyarság, Magyarországon van a magyarság, még ugye a nemzetiségi területek, de hát onnan is óriási az elvándorlás. Hát most derült ki, hogy mekkora Erdélyből, Romániából. Már csak 1 millióan vallják magukat magyarnak. Tehát 800 ezer ember elment onnan. 200 ezernél kevesebb. Szerbiában. Igen, hát ott a fele elment, és hát Szlovákiába is elmennek. Ez nincs nyilván tartva külön. Tehát a Romániából, a volt Csehszlovákiából, meg a volt Jugoszláviából, az nyilván van tartva, hogy mennyien mentek el, de ezen belül a magyar nemzetiségekre nincs lebontva. De hát ilyenkor kiderül, hogy ez a helyzet. Hát ez egy mohács. Ez egy mohács. Ez rettenetes. Hát ez azt jelenti, hogy úgy a lakosságnak 30-40 év alatt, 30 év alatt az egyötöde elment az országból.
Miközben a demográfiai helyzetünk köz kedvezőtlen, de már huzamos ideje. Hát ez elég borzasztó. És hát közben meg ugye az irodalom, a nyelv az egész világon tért veszít a látvánnyal szemben. Tehát mások lettek a kultúrának és a művelődésnek a hordozói. És a képi világ az eleve mindenütt azért roncsolja a nyelvi megjelenést, akár hangzó, akár olvasás. Igen, hát ez nem kellemes, nem kellemes élmény, és hát mindaz, ami a számunkra érték volt a magyar irodalomban, és hát csodálatos irodalomunk van azért, ez igazán meg lehetünk vele elégedve, és büszkék lehetünk rá. Hát erre már egyre kevesebben büszkék, mert nem is ismerik. És hát sikerült az általános és középiskolai oktatást úgy tönkretenni, hogy a felnövekvő nemzedékek ebből a csodálatos gazdagságból ne is kapjanak sokat. És hát az egyetemi oktatás is katasztrofális, ami a magyar nyelv és irodalom oktatást illeti. Úgyhogy a helyzet rendkívül kedvezőtlen. Én nem tudom, hogy ez meddig tart, mert természetesen műfajok jönnek-mennek. Végén még telefonregényt is lehet írni. Szoktak, igen. Csak azt rövidebbre kell venni, ugye. Mint ahogy a cikkeket is az interneten rövidebbre kéne venni, mint a nyomtatott sajtóba, és ezt nem mindenki veszi észre, hogy már rég meguntam, és már szeretnék más dolgozni. Tehát ez ingadozó. Tehát mindig vannak vezető műfajok, amelyekre az ember előzőleg nem is számított, hogy az lesz. Hol a festészet, hol kitalálják a filmet, és akkor csodálatos műfaj lesz. Meg egy csomó minden van, ami a kultúrát hordozza. Fülep Lajos mondta még az első világháború előtt, és hát ő aztán igazán a legműveltebb magyarok közé tartozott, azt mondta, hogy az ember végignéz az emberiség történelmét, és azt veszi észre, hogy hosszú évszázadokig milyen remekül megvolt az emberiség kultúra nélkül. Mármint amit mi tekintünk kultúrának, de ez nem azt jelenti, hogy nem volt kultúra, csak más műfajok voltak elevenek. Úgyhogy a kultúra nem fog elveszni, de hát nyelvek ki tudnak halni. Hát én még nem félek, mert én még nem az, szóval nem az én életemben fog kihalni a magyar nyelv. Hát nagyon sajnálnám utólag is, azért kár lenne érte. Meg minden ilyen veszteség azért kellemetlen. És hogyha technológiai váltás van, akkor mindig nagyon nagy a járulékos veszteség. És amikor az internetre mentődnek át anyagok, akkor azért egy csomó minden oda nem mentődik át, ami eddig egy megbízható hordozón, a papíruszon volt jelen. Az elég megbízható, az működött, mert lehetett másolni, és sok helyre eljutott, és volt esélye, hogy megmarad. Sokkal inkább, mint a képzőművészeti alkotások például. Ugye? A legnagyobb antik szobrok azok nincsenek meg. De az antik irodalomnak olyan 7-8% azért még ma is létezik és megmaradt. Úgyhogy ez elég jó. Ha van egy tartósabb áramszünet, akkor elmennek a szerverek, akkor nem lehet internetezni, és akkor az mindaz, amit nagy nehézségekkel és nagy munkával már konvertáltak digitálisan, az el tud veszni, mert ez elég bizonytalan. Jelen pillanatban például a magyar művelődést már nagyon jól lehet az interneten követni, a történetét, tehát fantasztikus, hogy mennyi minden föl van rakva az internetre, de hát ez borulékony és ingatag. Mint az egész életünk. Köszönöm szépen Spiro Györgynek. Köszönöm szépen.